Sziasztok! Egy olyan videó következik most itt a Találkozunk Torozonnál YouTube csatornán, amilyen videóra a csatorna bő 3,5 éves. Több mint 100 videót felölelő történelmében még nem volt példa. Ez ugyanis egy unboxing, lapozgatós videó lesz, köszönhetően annak, hogy múlt héten csütörtökön megjelent a gyűjtői kiadású, exkluzív kivitelű ETK, az első törvénykönyv, és elméletleg ebben a dobozban, bár még nem tudom, csak sejtem, de reményeim szerint megtalálható belőle nem is egy, hanem több példány. Az egyiket szándékaim szerint föl fogom most nyitni, át fogom lapozni, szembesülhettek az első reakcióimmal, a többit pedig kisorsolom köztetek, méghozzá hétfőn, úgyhogy mielőtt felkonferálnám a főcímet, el kell mondanom, hogy még van időtök jelentkezni Facebookon a nyereményjátékunkra. A linket megtaláljátok a leírásban. Szóval, célszerszám a kézbe, ejtsük meg az első bemetszést. Valahogy mondjuk így. Aha. Esetleg így. Aha. Nézzünk bele ebbe a dobozba. Aha. No, szép zöld színű. Védelemmel van itten elsőként dolgunk, aztán papír, gondos csomagolás, mint ahogy a Delta Vision-től ezt megszokhattuk, és elméletben már is feltűnik itt előttünk az első példány, amelyet megfelelő gondossággal előveszünk. Nagyon szép. És a főcím után, miután újra beállítottam itt a szettet, kicsit közelebbről is megvizsgálunk. Szóval, akkor főcím. A Találkozzunk Torozonnál csatorna bemutatja. Gyűjtői LTK, unboxing és belelapozó. Nos, itt vagyunk újra, kezünkben az első törvénykönyv, egyelőre még fóliázott kiadása, de azt már rögtön megállapíthatjuk, hogy ez egy igazi, tekintélyt parancsoló, vaskos, súlyos kiadvány lett, kézben tartani is épp elég, úgyhogy nem javaslom, hogy bárki ezzel aludjon el éjszakánként, mert ha rácsukódik, elképzelhető, hogy onnét már nem kell fel. Jól van, de akkor lássuk közelebbről. Finom bemetszést tehetek felül. Sikertelent. Kezdjük újra. Jó. Most van az a rész, ahol egyszerűen csak végighúzom így a címlapon, hogy mindenki, de mindenki elszörnyűködjön, és kénytelenek leszünk jelölni a videóban, hogy ez nem gyerekeknek készült tartalom. Na de lássuk. Az első akadályon túl vagyunk. Aha, már is felcsap ez a finom nyomdaszag. Aha, és így, hogy egy kicsit ezt a matt borító felületet látjuk, ez talán még sokkal szimpatikusabb, mint nylonon keresztül. Nagyon szép. Ezt én most ide lehelyezem, úgy, ahogy van. Megpróbálom belőni a kamera közepére. Hát, ha sikerül, ez így meg is vagyunk. És akkor nyissuk ki a gyűjtői kiadású, exkluzív kivételű ETK-t. Nézzük csak, hogy mi lapul itt a borítók között. Ugye egy szent címoldal, szépen mindennel, amit a mágus 30 évére emlékeztethet minket. Itt van a pentagramma, itt van ez a keret nélküli, újszerű hatású, régi logó, illetve maga a cím első törvénykönyv a kiadó logója fölött. És már is megérkeztünk az első képhez, itt ehhez a sárkányos lovakhoz. Helyre kis képpel nyitunk itt a játékosok kézikönyvénél, de azért még nézzünk rá erre az impresszumra, mely hát tartalmaz részleteket az eredetiből, hát tudtuk az alapjátékrendszert, kidolgozta Novák Csanád és Nyulászi Zsolt, itt vannak az eredeti írók is,
A 2023-as kiadás impresszumában pedig nem találunk újdonságot. A kiadó vezető Terenyei Róbert, szerkesztő Erdélyi István, tördelőszerkesztő Buda Ádám Krisztina, korrektor Dobos Attila, művészeti vezető és a borító pedig Bodnár Balázs. Az illusztrátorok között megtaláljuk Bihari Mariant, Bodnár Balázst, Buzási Tamást, Matiscsák Tamást, Nagy Gergelyt, Posgai Gyulát, Ruzsinszki Zsoltot, Szendrei Tibort, Varga Attillát, és igen, vannak AI generált képek is Vicián Arnold közreműködésével. Nos, talán jobb is, ha itt az elején, még mielőtt belemegyünk és átnézegetjük a képeket, beszélgetünk egy kicsit az AI-ról. Aki követi a csatorna Facebook oldalának a ténykedéseit, az tudja, hogy mi egy AI-mentes felületet hoztunk létre. Többféle aggályom is van az AI-val kapcsolatban, a legsúlyosabb az etikai aggályom. Én ezt felvetettem, és többször beszélgettem róla Raonnal is, Balázzsal is. Értettük egymást, nagyon sok mindenben egyet is értettünk. Én elfogadtam, hogy itt AI képeknek kell ebben a kiadványban lenni. Elfogadtam, de nem igazán örülök neki. Reményeim szerint a jövőbeni mágus kiadványok mind kevesebb és kevesebb AI képpel fognak megjelenni. Legalábbis, ha lenne erre bármiféle ráhatásom, akkor ez így lenne. Amire ráhatásom van, az a Találkozunk Torozonnál oldal és csatorna. Mi a továbbiakban sem használunk AI képet. Addig, amíg ennek az egész AI területnek nem lesz egy megnyugtató, mindenki számára előnyös lezárása, meglátjuk, hogy ez hogy fog történni. Jól van, maradjunk még itt az impresszumnál, van itt egy szkriptórium kitétel, melyben Erdélyi István, Fazekas Árpád, Körtvélyes Ákos, Nagy Zoltán, Weisz Attila, Róbert és Zsemle Zsolt szerepel. Ő pedig nem mások, mint a Találkozzunk Torozonnál oldal töredékek szkriptórium rovatának állandó szerzői. Nekik köszönhetjük ebben a kiadványban amolyan bónuszként megjelenő szkriptórium oldalakat. Azt tudnotok kell, hogy ezek a szkriptórium oldalak nem szorítottak ki semmit. Se több, se kevesebb nem lett volna az oldalszám, ha nem szerepelnek benne. Viszont kaptunk egy felkérést, hogy töltsük fel ezeket az oldalakat, amik üresen vagy képpel kitöltve maradtak volna. És ezek az oldalak pedig azért keletkeztek, mert a tördelési sajátosságok miatt a fő fejezetek mindig a jobb oldalon kezdődnek, ám lehet, hogy az előző fejezet nem tölti ki még a bal oldalt, vagy egyáltalán nem csúszik rá semmiféle szöveg. Így kerültek be olyan novellák, amik már amúgy szerepeltek a Találkozunk Torozonnál oldalon, de vannak köztük újak is. Azt is el kell mondanom még, hogy ha úgy vesszük, akkor a mostani szerzők Ryan Hawkwood nyomdokai járnak, az ő novellája is hamarabb jelent meg a KKUK szabálykönyvben, minthogy önálló regénnyel jelentkezett volna. Reményeink szerint 2024-ben minél több olyan szerző, aki szerepel itt szkriptórium mininovellával, esetleg megjelenhet egy saját kötettel is. Na de jó, alig haladtunk, pedig most már belekezdtünk. Itt van egy bevezető arról, hogy milyen ez a játék. Célokkal, tanácsokkal, a kalandmestereknek, aztán jön a kifejezések jegyzéke. El kell mondanom, bár ez már a beleolvasó PDF-ekből is kiderült, hogy maga a kiadvány, és itt kézzel fogva még inkább szembetűnő egy szemnek nagyon kellemes, halvány alapszint kapott, és a grafikák elhelyezése ugye többféle forma képkeretben, itt egy ilyen felhős, elhomályosított képkeretben, vagy éppen itt egy némileg szabályos körívet kapó, de abban is egy, ahogy látom, színárnyalattal tovább futó képpel. Ezek nagyon-nagyon jól mutatnak, bár gondolom sokan szembesültetek már ezzel. Nagyon-nagyon szépek, és hát ritka, hogy ne legyen egy olyan oldalpár, ahol ne lenne kép.
Eljutottunk a kiválasztottak fejezethez, ami a kalandozókat taglalja. Az előtörténettel. 16. oldalnál vagyunk, karakteri jellemek. Ez a lapozgató videó, úgy látom, nem lesz rövid. Ó, egy nagyon szép Szendrei kép. Nagy Gergely. És a képességek. Életkorok. Képességpróba. Játszható fajok, ugye? Elf, félelf, törpe. Udvari ork. Mindegyik képpel. Már nekem ő inkább orkosabb, mint udvari orkosabb kép, de hát mindegy, ez egyéni. Itt már láthatunk a táblázatra is példát. Ez is egy nagyon egyszerű, elegáns vonalat követ, ahogy úgy maga az egész kiadvány. Az kincsek, ez megint egy gyöngyszem lehet a Scriptorium mininovellák közt, nem tudom, ki is írta, nem, mindegy igazából. De harcos főkaszt. Aha. Gladiátor, fejvadász. Rendben. Kicsit begyorsítunk, jó, és akkor megnézegetjük így, milyen benyomást kelt pörgetve maga a kiadvány. Igen, valóban nincsenek olyan oldalpárok, ahol ne lenne legalább egy kép. Ez egy szép színes kiadvány lett így. Aplovagok, harcművészek, kardművészek, a varázs használó főkaszt. Elértünk már ide is. A varázsló létezés szabályai. És képzettségek. Aha. Pozsgai grafika. És nem. Pszí fejezet. És még Scriptorium oldalpár. Mágia rendszer. Sok-sok varázslattal. Nincsenek túl zsúfolva, van kis szellős tördelés látható itt. És összességében is az az olvasó benyomása, hogy igen, ez egy 21. századi szerepjáték alapkönyv, amiből elég sokat láttunk, elég szépeket láttunk eredeti angol nyelven, de ez a miénk, ez magyar, mágus. Egy 30 évvel később. Azt hiszem, egy szerepjáték alapkönyvnek így kellene kinéznie. Így kell kinéznie. És azért bőven vannak itt látnivalók, olvasnivalók is, persze. Nem spóroltak a kiadónál az oldalakkal, inkább legyen vastagabb a kiadvány, de kerüljön bele minden, és úgy, ahogyan a bele kell kerülnie. Aha. Már a boszorkányvarázslatoknál vagyunk. Sok-sok boszorkány van itt a lapukon. Ez is szép szellős táblázatok vannak itt. Aztán a boszorkánymesteri mágia. Kicsit begyorsítunk, mert ez még mindig a játékosok könyve.
Hát tudjuk ugye, hogy ez a legvastagabb része az egész kiadványnak. Asztrál mágia, mentálfonál, varázslat mozaikok, térmágia. Aha. A varázsló varázslatok itten. Szükség szerint fejezett, inek pénzeivel, felszerelésekkel. Aztán pedig már ahogyan mesénél vagyunk, átugrottunk itt a kalandmesterek útmutatója fejezet oldalon, amiben egy sárkány látható. És akkor itt van a példajáték, aminek a vége úgy sejtem nem változott immáron 30 éve. Mérgek mérgezés, tárgyak ellenállása, varázstárgyak. Ó, egy nagyon kedvenc Szendrei kép. Ez pedig már a példa kaland megtekintését csak kalandmestereknek ajánlom. Van, aki az elmúlt 30 évben ne játszotta volna le a Dreonnar küldetését, vagy... Nehezen elképzelhető, de hát mégis akkor még előttetek áll ez az élmény. Most tervezem, hogy újrázok belőle. Valamikor az ünnepek között. A kalandorok kontinense. Maradt itt egy üres oldal, amiben nem került Scriptorium mini novella. Na. Kalandorok kontinense, ismét csak sárkány, égi hajók, nagyon remek kép. Itt pedig szintén egy posgai kép a jobb felső sarokban, Gáspár Andrással, Tiernán Gorduinnal, jellel talán teremtett világ. Na, azt hiszem, ez tökéletes helyen van ez a kép, igen. És itt pedig következik egy világleírás, ugye, ősi kultúrák, a jelenkor birodalmai. Képpel feldúsítva. Még ezek az oldalpárok is, ahol a szöveget nem töri meg kép, még ezeken is a felső fejlécen futó grafika. Azért színesítő elemként ott van. De nagyon ritka az ilyen oldalpár. Országok, múlt birodalmai, déli nev, Piarom. Minden és minden. Város, államok. Shadon. Túl vagyunk 500 oldalon. 27. Ó! Oh, és ez pedig, itt úgy látom, egy gyönyörű, színes Inef térkép. Inef tájai és országai 3692-ben. Külön öröm, hogy itt van a nagy térkapu háló. Ez egy remek ötlet szerintem, hogy bekerült. Közelebbről most nem vizsgálom meg ezt a térképet. Mi változott, mi nem változott. Egyszerűen csak örülök annak, hogy van egy ilyen a kiadványban. Ez a kiadványhoz illő színes változat. Ez egy nagy pluszabb az egész kiadvány megítélésében. Aztán pedig jönnek a mágus karakterlapok. Egyéb módosítók. Képzettségek. És még egyszer.
Itt pedig egy köszönet nyilvánítás Erdélyi Istvántól és Terenyei Róberttől. Nem olvasom végig. Szerintem most ezt a videót nem terhelem itt külön olvasgatással. De jön a tartalomjegyzék, ami szépen mindent magába foglal, ami ebben a kiadványban van, illetőleg Delta Vision kiadó gondozásában megjelent eddigi mágus kiadványok is kaptak két oldalt. Nagyon remek, nagyon remek. Nézzük csak, nézzük csak. Micsoda remek könyvek vannak itt, azért felhívom a figyelmet. Sziréndal, remélem olvastátok, vagy ha nem, majd ezután. Miért is nem? Meg a többiek. Antológiák vannak szépen felsorolva, játékkönyvek. És még a mágus kártyához is kapunk egy oldalt, így mindenki látni fogja, hogy mi az, ami még hiányzik a mágus gyűjteményéből. Ez remek. És a végén egy pentagrammával lezárjuk a könyvet, és aztán pedig a hátsó borítóval pihenni küldjük. Nos. Ez egy remek élmény volt lapozgatni. El kell mondanom, hogy ez egy méltó kiadvány. Ránézésre. Egy nagyon szép, méltó kiadvány, így kell kinézni egy szerepjáték könyvnek, ahogy ezt említettem. Nagyon jó így 30 év után nyomda illattal kézbe fogni egy mágus szabálykönyvet. Ez egy nagyon-nagyon remek élmény. És hát alig várom, hogy belevessem magam és átolvasgassam az egyes fejezeteket, hogy felújítsam a tudásomat az ETK szintjén. Hát azért van rá szükség. Igen. Nagyon klassz kis kiadvány lett. Na most, azt viszont látni kell, ebben a több mint 500 oldalas kiadványban valami őrületes munka van. Igen, ez tény. Ezt így összerakni, megcsinálni. Ah, nem is említettem, hogy van itt még egy könyvjelző is. Ami külön öröm, mert egy ekkora méretű kiadványnál az, hogy be tudod jelölni egy ilyen könyvjelzővel oltart, az szerintem egy elképesztő, elegáns és olyan kis úri érzés. És visszateszem ide 193-hoz, de majd ez valószínűleg vándorolni fog, nem egyszer, nem kétszer a könyvben, a kiadványban. Rendben van. Na jó, nem felejtettem el erről is szólni, de akkor lépjünk ide vissza az elejére még. Mindenképpen el akartam mondani, hogy ebben a kiadványban valami egészen elképesztően sok munka van. A tervezésben, a szöveggondozásban, a tördelésben belerakták rendesen a munkát. Az is természetes, hogy egy ilyen munkába bizony becsúszhatnak néha teljesen triviális, banális, hétköznapi hibák. Sajnos. Nem véletlen, hogy kiírtuk, szedjük össze a TT Facebook oldalán ezeket a hibákat, javítsuk, amit lehet. Aztán lássuk meg, hogy mennyi hiba keletkezett egyáltalán itt a kiadvány elkészítésekor. Egyelőre én ezt még elfogadható mennyiségnek találom, de majd kiderül a végén. Minden esetre csinálunk magunknak egy kis rajongói errátát, így az, aki nem a hibák böngészésével, bogarászásával szereti tölteni az időt, vagy nem figyel fel, hogy egy bizonyos érték mondjuk nem a helyes számon létezik, azok majd ebből az errátából láthatják, hogy mit, hogyan és miképpen kell javítani a kiadványukból. De ennyi. Ennyit szerettem volna elmondani, ebben a lapozgatós videóban bemutatni nektek. Szerintem ez egy remek kis kiadvány lett. Nagyon örülök, hogy itt van. 30 év után méltó módon ünneplünk egy jubileumi évfordulót. Mi pedig itt a Találkozunk Torozónál oldalon és csatornán tovább visszük a jubileumi hónapot. Jönnek még videók ezen kívül is. Reményeink szerint, illetőleg még egyszer felhívom a figyelmeteket, hogy igen, zajlik a nyereményjáték, még jelentkezhettek, hétfőn sorsolunk, addig még bárki megnyerheti a Facebook lájkolók közül az egyik kisorsolásra ítélt első törvénykönyvet,
illetőleg a Patreon támogatóink nyerik meg a másikat, akiknek nagyon hálásak vagyunk a bizalomért, hogy mellettünk állnak, és ezzel is szeretnénk meghálálni. Bár idén ez lesz az utolsó nyeremény sorsolásunk, jövőre folytatjuk ezt a szép hagyományt, már januárban szeretnénk egy új könyvet kisorsolni, mármint egy könyvet kisorsolni, ami nem annyira új, de talán majd úgy hat, kiderül. És aztán pedig így tovább, 2024 valóban a mágus éve lehet, ez pedig egy jó felvezető hozzá, de nyugtával az évet, majd egy év múlva esetleg, amikor ne adj Isten egy újabb retro kiadvány felújítása fölött fogok véleményt nyilvánítani, akkor majd elmondjuk, hogy mi az, amit addig végzett a mágus írói, szerkesztői gárdája. Szóval izgalmas évnek nézünk elébe. De ezt a videót most itt lezárom. Köszönöm mindenkinek, aki megtekintette. Köszönöm a Patreon támogatóinknak is a bizalmat. Ha tetszett a videó, lájkold, iratkozz fel nyugodtan. És ha te eljutottál és kiismerted magad Dreonár pincéjében, akkor mindenképp mondd el, milyen élmény volt számodra. Találkozunk Torozonnál. Sziasztok!